A Borsod-Abolcs-Zemplén megyei Védelmi Bizottság elnöke Demeter Ervin és a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Lipták Attila november 21-én reggel Mádon ismertették meg a sajtó képviselőit a gyakorlat részleteiről. A tájékoztatón elhangzott, hogy 14 védelmi szervezet több mint 300 emberrel érkezett a településre azért, hogy olyan szituációkat gyakoroljanak, amelyek a megye természeti adottságai miatt bármikor előfordulhatnak a valóságban. Jogi háttér megvan, a szervezetek felálltak, az elméleti képzést megkapták, most a gyakorlati életbe olyan, amit minden nap bekövetkezhet elméletileg, olyan veszély eseményeknek a kezelésére, tehát túl sok csapadék, gát megbillen, ki kell telepíteni embereket, veszélyes üzembe tűz törhet ki, ezeknek a gyakorlása folyik most a mai napon. A Megyei Védelmi Bizottságnak ilyen esetekben, amikor kár esetek történnek, mi a feladata? A Megyei Védelmi Bizottságnak az a feladata, hogy összpontosítsa az erőket, és egy szervezet koordinált munkával elhárítsa a károkat. Tehát az a dolgunk, hogy megvédjük a polgárainkat, az itt lakó embereket. Vannak járási szintű védelmi bizottságok, a mai napon például 9 járásból vannak itt, őnekik kell ezt a készséget elsajátítani, és hozzá társulnak a hivatásos erők, tehát a hivatásos és az önkéntes erőknek az összevonása, az együttes munkálkodása, ennek a gyakorlása a feladat. Miért Mádot választották a helyszínnek? A munkatársaim azért választották Mádot, mert a természeti adottságok itt szülhetnek olyan szituációkat, víztározó, pataközszefolyás, veszélyes üzem, és olyan hozzáállást tapasztaltak a falu részéről, ami biztosította, hogy itt egy színvonalas és eredményes gyakorlat legyen. A katasztrófavédelmi gyakorlat jó lehetőséget teremt arra, hogy a megyei védelmi igazgatási szervezetek felkészülhessenek a valós helyzetekre. Az egész napos eseményen 16 járási szervezetből 9 volt jelen 160 fővel, akik alapos tudással érkeztek kárhelyszínekre. Én azt gondolom, hogy egy szóval megfogalmazva felkészülés a lényege. A felkészülés egyfelől elméleti, hiszen vannak olyan fogások, olyan ismeretek, amelyeket muszáj elméletben megtanítanunk azoknak, akiktől a segítséget, a beavatkozást és a valóban hozzáértést várjuk. Másfelől viszont vannak olyan elemek, amelyeket csak a gyakorlatban kipróbálva, valóban az éles helyzetet szimulálva tudunk felkészülésről beszélni. Ilyen ez a mai nap is, hiszen itt a megyei védelmi igazgatásnak a teljes rendszere megmozdul, minden érintett szereplőjével, szervezetével és felelősségi körével együtt. Plusz még ehhez jön hozzá az, hogy a járásoknál megalakított járási mentőszervezetek közül a 16-ból 9 van ma itt, és ezeknek a mentőszervezeteknek a rendszerbeállító gyakorlata is megtörténik a mai napon. Elsősorban az árvízi, helyi vízkárok okozta problémák kezelésére szeretnénk ezeket a szervezeteket működtetni, tehát itt olyan árvízi jelenségeknek a töltés megtámasztástól, a bordás megtámasztáson át, egészen a szivattyúzási feladatokig nagyon sok minden tevékenységük lesz a mai napon, illetve a feltételezés szerint egy földrengés miatt, illetve a hirtelen elöntés miatt a település egy részének a kitelepítésével is számolunk, így aztán azoknak a befogadó helyeknek a működtetése, üzemeltetése is feladata a mentőszervezeteknek, ahol ugye a hajléktalanná vált lakosságot el fogjuk tudni helyezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a mai szenárió, ez a feltételezés, ami a gyakorlatunkat elindította, ez egy olyan komplex összetett helyzetbeállítás, ami garanciát jelent arra, hogy valóban felkészüljenek ezek a járási mentőszervezetek. Nálunk a legfontosabb az önvédelmi képesség, tehát hogy helyi járási szinten tudjanak ezek a mentőcsoportok tevékenykedni, és hát értelemszerűen a gyors mozgósítás, illetve az erőtöbbszörözési képesség az, ami meghatározza a sikerünket. Melyek azok a feladatok vagy helyzetek, amelyeket ma itt láthatunk konkrétan, illetve a katasztrófavédelem hogyan készült erre? Tehát, ahogy mondtam, ez egy nagyon komplex, nagyon összetett feladat. Tehát itt a helyi üzemanyagtöltő állomáson egy veszélyes anyagos szállítmány tüzének a kezelése is feladat lesz. Ezt igazából a helyi önkéntes tűzoltóegyesület és a hivatásos tűzoltó erők fogják majd kezelni, de lesz majd a bükkmentőcsoport részeként is nyilvántartott speciális keresés, a Spider mentőcsoportnak a személykeresése, kutyáskeresés, de ezen kívül, ahogyan mondtam, 3 helyszínen lesznek majd azok az árvízvédekezéssel kapcsolatos beavatkozási, kárelhárítási feladatok, ahol ténylegesen ezek a járási mentőszervezetek fognak tevékenykedni.
A Megyei Védelmi Bizottság szakemberei Mádot választották a gyakorlat helyszínéül, hiszen 2005-ben a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék elsodort egy férfit, aki a baleset következtében az életét vesztette. A szimulációs helyzetekben ilyen és ehhez hasonló katasztrófák gyors és szakszerű megoldására készültek a civil és a hivatásos szervek Mádon. Picit ilyen kényelmi szempontból is választottuk, túl azon, hogy egy kis felfordulással jár a településen. Én azt gondolom, hogy egy éles helyzetre való felkészülésben mindenféleképpen segít. És látjuk, hogy milyen szélsőséges időjárások fordulnak elő. A közelmúltban is azért elég sok ilyen jellegű tevékenység volt az országban. Mit jelent ez a polgármesternek, hogyan tud felkészülni egy ilyen helyzetre esetleg, hogyha élesben történik valami hasonló, nem teljesen ugyanez, de ugye azért láttuk már korábban, hogy vannak azért katasztrófák Mádon is. Ezek a legváratlanabb pillanatokban jönnek ezek a katasztrófák, de ezekre felkészülni nem lehet. Amit a természet akar, az úgyis el fogja érni, ezeket csak tompítani lehet, ezeket a hatásokat. Gyakorlatilag a felkészülés annyit jelent, hogy az emberek tudják, hogy vészhelyzetben, ha felébresztik őket éjszaka, akkor is, hogy mit kell, hova kell nyúlni, kit kell felhívni, mit kell csinálnia. Én azt gondolom, hogy ebben nagy segítség lesz ez a mostani gyakorlat. Az esemény résztvevői láthatták, hogyan működnek együtt a katasztrófa helyzetben a katonai és rendvédelmi szervek, a civil és karitatív szervezetek. A gyakorlat forgatókönyve szerint huzamosabb ideig tartó csapadékos időjárási viszonyok, a Richter skála szerinti 4,4-es földrengés miatt kialakuló vészhelyzet és a település veszélyes anyagtárolójában keletkezett tűzeset megoldása volt a résztvevők feladata. A gyakorlat helyszínén az összehangolt intézkedések közben számos speciális eszközt és járművet is láthattak az érdeklődők, melyeket a szakemberek a katasztrófa helyzetben használnak.